Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban elérkeztünk a következő 10 darab játékosnak a bemutatásához. Srácok, nagyon szépen köszönöm, ugyanis a tegnapi nap folyamán egy olyan dolog történt, ami már elég régen volt itt a YouTube csatornámon. Közel 200 új feliratkozóval bővültünk, ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek. Úgyhogy ha esetlegesen te még nem tetted meg, akkor nyugodtan kattints rá a feliratkozás gombra, ugyanis ez a legjobb visszajelzése annak, hogy tényleg jó az, amit csinálok. Élvezitek ezeket a videókat és egyebek, és egyebek. Ha szeretnétek előrendelni a FIFA 19 nevezetű játékot, akkor nincs más dolgotok, mint felmenni a konzolokszervize.hu weboldalra, ahogy és amint előrendelitek a játékot, legyen szó mondjuk a Champions vagy az Ultimate Editionről, akkor azt már 25-én készhez kapjátok, valamint kaptok egy ajándék FIFA 19-es meszt, ha bármelyik verziót előrendelitek. Na de akkor lépjünk is ide a következő 10 darab játékoshoz, aguero fogunk kezdeni. Hát egy 89-es összértékelésű játékossal beszélünk, szerintem egyébként talán a BPL-ben az egyik leges, legkomplexebb csatáról beszélhetünk. Négy csillagos trükkmozdulat, négy csillagos gyengébbi high medium workrate, ami szerintem tökéletes lehet. Ami nekem viszont nem tetszik, és az íre nagyon-nagyon haragszom, hogy mínusz 3 a futási sebessége az előző évhez, tehát a FIFA 18-hoz képest. Azt gondolom, hogy Aguiro abszolút nem érdemli meg azt, hogy ö, lehúzzák gyakorlatilag a futási sebességét, úgyhogy nem is értem, hogy miért 84-est kapott ebben a játékban, de meglátjuk majd, hogy emiatt esetlegesen rosszabb lesz -e ez a kártya, vagy sem. A 84 futási sebesség sem mondható rossznak, főleg ilyen statisztikák mellett, hogy 89 labda Vezetés, illetve 89-es lövés, meg 73-as fizika. De én azt gondolom, hogy a 87-es futási sebesség az egy abszolút korrekt dolog volt, ami az előző évben is volt nála. Úgyhogy nem értem ezt a downgrade-et, de így sikerült. Úgyhogy ezzel már úgysem tudunk mit csinálni. Következő játékos az nem más, mint 19. helyen ugye Kielinnek a kártyája, 69-es futási sebessége van, 91-es védekezése, iszonyatosan magas, valamint 82-es fizikája, maximálisan egy használható kártyáról beszélhetünk, és szerintem work ben az egyik legjobb közép tehát ez a medium high work rate, szerintem a leges legjobb, ami létezik a játékban. A 69-es futási sebesség az, amiben gyakorlatilag bele lehet kötni, de én azt gondolom, hogy így is maximálisan használt ez a kártya. Azért már a 70 közeli érték szerintem idén jó lesz. Nem véletlenül, hogy szinte alig-alig van olyan ö, hátvéd vagy éppenséggel középpályás, aki ennél több, ö, tehát ilyen 75 fölötti futási sebességgel rendelkezik. Aztán a következő játékos az 18. helyen Griezmannnak a kártyája négy csillagos trükmozdulatot, trükkmozdulatot, illetve három csillagos gyengébbik lábat kapott, viszont high high work rate, amit hát én megmondom az őszintét, hogy nem nagyon értek. Ezzel elég elrontották ezt a kártyát, mert a védekezése az így, hogy high lett, elképzelhető, hogy ő hátra fog jönni folyamatosan védekezni, de remélhetőleg nem úgy csinálják meg a játékot. Egyébként én Griezmannnak a kártyáját mindig amiatt, hogy ő fizikálisan elég gyenge volt, tehát ellökték a hátvédek, stb. stb. Én inkább KTK-ban alkalmaztam, de szerintem ezzel a 70-es fizikával most idén csatárként is bevethető lesz. 86-os futási sebesség, 86-os lövés, 81-es passzlás, 88-as labdavezetés, Igazából nem tudok belekötni a kártyába, meglátjuk, remélhetőleg királykártya lesz, és használható lesz, ugyanis én az elmúlt FIFA-kban Griezmann kártyáját a fizikai adottságoknak köszönhetően nem igazán használtam, valamint a gyengébbik lába is iszonyatosan gyenge volt, tehát valójában nem lehetett a kapu előtt használni, mert akármikor jobban rúgtál a labdát, egyszerűen mellé ment, fölé rúgta, stb. stb. Úgyhogy emiatt eléggé haszontalan volt véleményem szerint. Persze volt olyan, aki is szerette használni ezt a kártyát is. 17. helyre Harry Kane kártyára került be én itt sem értem ezt a 70-es futási sebességet, tehát véleményem szerint egy 75-öt legalább megérdemelne Harry a kártyája. High High Work rate szintén akár csak Griezmannnál, nem tudom, hogy ez bármilyen negatívumot hoz -e majd magával, viszont négy csillagos gyengébbik lába lett, és három csillagos trükkmozdulat, ami szerintem okénak mondható. De egyébként ezen a kártyán főként ugye a lövés az, ami hát pozitívumnak mondható, mert, mert mégiscsak csak Kane az inkább egy befejező. Tehát aki szereti mondjuk becenterezni a labdát, vagy 16-osról lőni, vagy egyéb dolgok, szerintem Herikén az egy tökéletes választás lehet tényleg azon játékosok számára, akik ezt a játékot szeretik. Mindenki saját maga dönti el egyébként, hogy melyik az a játékstílus felfogás, stb, stb. stb. amit éppenséggel szeret. Én főleg a gyorsabb csatárokat szeretem, de lehet, hogy ez idén meg fog változni, mert ahogyan változ ugye a FIFA-ban úgymond a játék stílus, meg a meg egyéb dolog, tehát tudjátok, ez a mechanika, stb. stb. úgy lehetséges, hogy én is változtatni fogok majd a ö, felálláson is, hogy nem négy 1 2 1 2 lesz egyéb-egyéb dolog, úgyhogy ez majd tényleg kiderül a játék megjelenésével. Egyébként fontos megemlíteni, itt a videó közben mondom el, mert elfelejtettem az elején megemlíteni, hogy hivatalosan bejelentették a francia ilyének a Twitterén, hogy a játék az csütörtökön, ami azt hiszem, hogy 13-án csütörtökön érkezik, mármint úgy értve, hogy a demója. Na, hogy itt valaki azt írja, hogy a teljes játék, illetve, még ugye a teljes játékról is akartam beszélni nektek, az pedig EA Access hozzáféréssel 10 óra elérhető Xbox, illetve PC platformon 20-ától. Tehát ő 11 harmadika csütörtök a demo, 20-án pedig az Xboxosok és PC-sek, akik megveszik az EA Access-t, azok 10 órát játszhatnak a játékkal. Azt hiszem mindent elmondtam, 19-én érkezik a webes alkalmazás, de egyébként Facebookon megosztottam egy képet, ha még esetleg a Facebookos oldalamat nem lájkoltad, az mindenképpen érdemes, mert ami ilyen nem videóba illő hír, tehát mit tudom én, megtudom azt, hogy milyen napon jön az első Team of the Week, stb. most nem fogok arról egy külön videót készíteni, mert akkor gyakorlatilag egy nap hat videót csinálhatnék. Szóval 19. a webes alkalmazás, 20. a ugye az iaccess e hozzáférés, 25-én jön azt hiszem a ö, sőt biztos, a Champions, illetve az Ultimate Edition, ez minden platformon, kivéve ugye PC-n, mert azt hiszem, hogy azon nincsen külön ő kiadás, valamint ami még fontos az, hogy azt hiszem 19-én vagy 20-án már érkezik a legelső Team of the Week, ami ugye csak webappon nyitható. Amikor megjelenik a játék 25-én vagy 26-án, az a lényeg, hogy szerdai napon érkezni fog a Team of the Week második, ö, hete tulajdonképpen, aztán mi van még, ami esetlegesen fontos lehet? Ja persze, hogy 28-án, illetve 29-én 50 ezer FIFA pont értékben fog kinyitni csomagokat, ez közel 400 darab csomagot jelent. A leírásban megtalálható twitches oldalamon fogom egyébként ezt élő adásban megejteni, este 7 órától, és hogyha esetlegesen még nem követted be, akkor mindenképpen tedd meg, azonnal kapsz élő adásokról különböző információkat, vagyis értesítést, tehát ezt mindenképpen érdemes megtenni, ott is már közel 17 ezeren vagyunk, amit nagyon-nagyon szépen köszönök mindenkinek! Na de ugorjunk tovább. kártyája a következő 16. helyen. Én azt gondolom, hogy Kanténál is ez a 80-as space, ez jónak mondható, de, de véleményem szerint ő is egy 85-öst kaphatott volna, mert, mert szerintem egy, tehát amennyit én láttam az ő játékából, egy fürge játékossal beszélünk. Na most a 80-as space az idén nem tudom, hogy a fürge kategóriába sorolható-e, bár a többiekhez képest, amiket idáig néztünk, hogy milyen, tehát Vidának is az 50-valahanyas futási sebesség, ahhoz képest nyilván gyorsabb ez a Kanté kártya. A védekezése tökéletes, én azt mondom, hogy Kantét mindenféleképpen használni kell BPL csapatban is, nekem az lesz az elsődleges dolog, hogy Kanténak a kártyát megszerezzem, nyilván nem 3-400 ezerért, mert ugye emlékezzünk rá, hogy tavaly mennyibe is került egy sima Kanté, brutális, Úgyhogy amint lejjebb megy kicsit az ára, instant be fogom rakni a csapatba. Medium high work rate szerintem tökéletes, főleg úgy, hogyha esetlegesen CDM-ként használt, bár én a lefejelgetések miatt nem igazán használtam CDM-ben ezt a kantét ugye 18-ban inkább CM-ben, mert, mert KVK-ban szerintem egy magasabb játékos kell, hogy ne legyen nagy hátrányod, mit tudom én, kapuskirúgásnál, stb. stb. Aztán Oblak kártyája van a 15. helyen, igazából sok mindent nem akarok elmondani, a Laligában rengeteg-rengeteg olyan játékos lesz, Navas, Oblak, Kurta, terstiger mindegyik szinte használható rétingeket kapott, úgyhogy mindenki maga dönti el. Én a legeslegolcsóbbat választanám, hogy miért? Azért, mert egyetlen egy évben sem ő költök drága kapusra, úgymond, mert értelmetlen. Kurta a következő, na hát róla sem igazán szeretnék mondani semmit, mert tényleg mindenki maga dönti el, hogy most te beruházol e drágább kapusra vagy sem, úgyhogy ennyivel le is zárnám a dolgot. Értelemszerűen úgy is lesznek olyan kapusok, akik mocskosul olcsók, de bagosak, lesznek olyanok, akik mocskosul drágák, de szarok. Tehát ez minden évben így van. Godin a következő, 13. helyen 68-as futási sebességet kapott, az azért elég jónak mondható. Az hiszem talán négyet emeltek a tavaly, tavalyihoz képest, a fene se tudja, viszont a fizikáján plusz 5-öt emeltek, ha jól tudom, 84-es fizikát kapott, és 89-es védekezést. Azt mondom, srácok, ha Godin esetlegesen kap egy darab informot, betegebb kártya lehet, mint a Sergio Ramos véleményem szerint. Úgyhogy a Godin az, az, az pöpec lett idén, pöpec lett. Aztán a következő játékos az Manuel Neuer, na hát ő is egy olyan kártya, ami igazából maximum úgy hasonlíthat össze a DEHával, hogy na melyiknek lett jobb értékei a kártyán, de szerintem egyik sem mérvadó, mert én azt gondolom, hogy idáig a FIFA 15 óta nekem minden évben megvolt Neuer, mert vagy kinyitottam, vagy éppenséggel megvettem tesztelni, de mindig olyan szinten rossz kártya volt, használhatatlan volt, minden befutyázott, minden átment a lába között, stb. stb. Hogyha idén ezt kiavítanák, és tényleg olyan értékei lennének a játékban, mint a kártyájára van írva, akkor végre boldog lennék, mert ideig egyetlen egy évben sem tapasztaltam ezt, hogy a Manuel Noyernek a kártyája valóban használható lenne. Nem tudom miért, de mindenkinél azt látom, hogy Begovic, a stb. stb. Noyer pedig elvétve egy-két embernél van, az is maximum azért, mert kell a ö, linkhez, tehát kell a chemistry miatt. Az utolsó játékos pedig a mai epizódban az nem más, mint Robert Lewandowski, aki egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés. Négy csillagos trükkmozdulat, négy csillagos gyengébbik láb, iszonyat sokat jelent a kártyánál. High medium work rate, 78-as futási sebesség, ami nem mondható soknak, viszont ő kifejezetten egy erőcsatár, akár csak herikén, és ilyen statisztikákkal szerintem mind a gyengébbi klub, mint pedig a trükkmozdulat, szerintem az egyik leges, leges, legkomplexebb befejező csatára játékban. 89-es lövése van, 85-ös labda vezetése, és 82-es fizika, tehát tényleg akárkit szerintem el fog tudni lökni. Na most srácok, egy fontos kérdésem lenne hozzátok, vagy inkább egy kis visszajelzés alapú kérdés, tulajdonképpen szeretnétek-e olyan videókat, hogyha esetlegesen lemegy ez a top 10-es dolog, folytatnám ezt a sorozatot olyan kártyákkal, amik esetlegesen használhatók minden egyes ligában, vagy éppenséggel össze-vissza, stb. stb. Tehát lennének külön olyan epizódok, amik, vagy akiknek már kikerültek a kártyái, mit tudom én most beszélhetünk egy kínai, vagy japán liga, vagy mit tudom én, BPR-ről, akármi, tehát ami OP kártya is véleményem szerint használható, azokat összeszedni egy videóba, vagy akár több videóba is elmondani, hogy na ez miért használható, miért nem. Tehát mindig lenne olyan kártyabemutató, úgymond, aki véleményem szerint jó statisztikákkal rendelkezik, és esetlegesen kipróbálhatjátok. Tehát könnyebb dolgotok lenne esetlegesen a játék elején csapatépítésben, vagy bármi ilyesmi. Ezt a komment szekcióba írjátok le, de azt is megköszönöm, ha esetlegesen egy like jeleztek. Mert, mert abból úgyis is észreveszem, hogyha esetleg jönne mit tudom én 6000 komment. Nyilván nem szokott annyira jönni, de 300-400 komment azért szokott lenni a videók alatt. Úgyhogy valahogyan jelezzetek vissza, vagy egy lájkal, vagy egy kommenttel, hogy szeretnétek el, hogy a további epizódok lennének, nem csak topjátékosokról, olcsók, drágák, stb. stb. egybe. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt a videót, hogyha tetszett, mindenképpen jelezzetek egy lájkal, like illetve amíg nem tettétek meg, akkor tényleg iratkozzatok fel a csatornámra, mert ez a legjobb visszajelzés számomra, hogy tetszik, amit csinálok, és hogy szeretnétek még további videókat, illetve tartalmakat. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!